Bekapcsoltuk a nyuszit. Sziasztok, szervusztok, jó napot kívánok! Hát, srácok, azt kell, hogy mondjam, hogy azért büszke vagyok magamra. Hát ezek már kész voltak, ez a három lyuk, és hát figyeljétek, máma pár óra alatt, kérlek szépen, kifurkáltam az összeset. Na jó, még maradt kettő, egy azért, mert elmentem mellette, nem tudom hogyan, ne kérdezzétek. Hát az az igazság egyébként, hogy némelyik elég görbén sikerült. Jó, ez azért temetődött be, mert neki mentem, de ezt majd fogok venni egy szerszámot hozzá, amivel ezeket teljesen ki tudom ásni. Úgyhogy, ja, hát így sikerült. Itt van egy nagyon összevisszaság dolog, nem tudjuk, hogy mi. Ilyen alománia, de én úgy gondolom, hogy ez is internetkábelnek kéne, hogy legyen. És pont szerencsés módon nem furtam meg éppen. Itt van minden egyes képbe basszott lyuk, némelyik görbe, némelyik egyenes, de mondom, majd a kézi lyukfúróval ilyen fanyelű cucc, tök jól meg lehet majd csinálni. Hát, ja, itt van az, ami hiányzik, majd ezt fogom nektek bemutatni, hogy hogy is néz ki ez az egész igazából, meg majd talán ott is, hogyha valami meglepetés történik, akkor lássátok ti is. Nagyjából egyenes lett minden, tök jó fut, nem szalad, fut. Úgyhogy ja, ennyi. Na jó, hát ennyi, hókuszpók kijelentkezik, hókuszpók télapó, és majd akkor majd jön a hátsó projekt is ám. Ez annyira az a baj, hogy esett egyébként, és azért nem videóztam. Nekem pont a gépbe, hát oldalt volt, amikor rám esett, mert olyan széllel lökte, de a teteje védett, úgyhogy én úgy voltam vele, verjed, batya! Azt vertem neki. Eljött a másnap, maradt két lyuk. Az egyiket ugye megdumáltam a feleségemmel, a másik az olyan lyuk, amit hát én hagytam ki, nem tudom miért, de túlmentem rajta. Ne kérdezzétek, hát ez van, ezt kell szeretni, öregszünk, még minden, nem? Na, azt akkor, hát arra gondoltam, hogy megmutatom nektek azért, hogy hogyan néz ki ez az egész, hogy lesz ebből a dologból lyuk, hogy én belülök a gépbe, aztán így csinálok. Amúgy durca a gép, meg lehet amúgy hamar szokni, egy óra, hogyha videójátékokkal játszol, akkor meg főleg. Úgyhogy merje valaki azt mondani, hogy a videójátékoknak nincsen lényege, nem? Meg hogy nincs értelme, bocsánat, nincs értelme. Úgyhogy ja, hát most fogom, beülök a gépbe, ott van egy lyuk, majd azt látjátok.
Na hát így nézett ki az egész. Itt a lyuk, láthatjátok. Fasza egyenes, nem ment félre. Kicsit beigazgattam, meg minden. Hát játszani kell vele egyébként, hogy egyenesen menjen tényleg úgy, hogy te szeretnéd. Most jön ez újból a kanalas téma. Hát nem baj, adunk a szájának, ne féltek. Hát hátul befejeztem a dolgot, nem lett olyan vidám a végeredmény, mint ahogyan kezdődött, vagy hogy mondjam, hát nem vagyok elégedett igazából. Nem tudom, hogy mondjam másképp. Itt a gép, egyébként ő jól szolgált, minden rendben volt. Megmutatom, hogy mi újság van hátul, jó? Na, szóval az az igazság, hogy itt annyira, itt olyan mértékű tényleg maga a homok mennyiség, amit itt pusztítani kéne egyik helyről a másikra, hogy az lehetetlen ebbe az idő, ebbe a szoros időizébe, hogy mondjam, hát időre van bérelve a gép, és fizetsz érte. Ez így messziről nem látszik ám soknak, én tudom, ez rengeteg homok mennyiség, menjünk oda, nézzük meg közelebbről, és akkor talán érteni fogjátok, hogy mi az, amit én mondok. A munkámra se vagyok igazából büszke, de hát most mit mondjak, baszki, voltam 2 órát, 3-at rajta, így ezzel a kanállal. Igazság szerint tényleg az idő, az nagyon ellenség, és a rutintalanság valószínűleg, mert hát ide is sikerült egy, hát... Ez így majd, hogy nem árok. De nem annyira vészes.
Hát nem úgy dolgoztam a géppel, ahogy én azt szerettem volna. Na, ez az igazság. És hát ez tényleg csak a rutintalanság, megmondom, az idő, itt nincs a időm arra, hogy én gyakorolgassak, meg izé, meg hozé. Úgyhogy ez lett a végeredmény. Hát körülbelül olyan 3 óra alatt. Amire mondom, még egyszer egyáltalán nem vagyok büszke. Szóval rosszul is érzem magam miatta. Egyáltalán nem lett csinálva úgymond semmi, inkább lehetett volna inkább úgy hagyni. Ez van, srácok, megpróbáltam. Ezt kell szeretni. Hát ezt is meg ki kell fizetni. Mint minden olyan dolgot, ami hát szakértelmet igényel. Úgyhogy hát ehhez meg én aztán végképp nem értek. Ahogyan ehhez a gombához se. És ez nagyon durván veszélyesnek látszik. A kerítéssel majd folytatom. A lyukak tökéletesen sikerültek egyébként azzal. Annyira nincs problémám, hogy az nagyon durca lett. Én szerintem már azért is megérte. Bele kell tenni a kanalat is, vagyis hát a kanálba magát a fúrót. Hát ennyi volt mára. Azt hiszem végeztem. Ez a munkagépes projekt. Ennyi volt. Mese volt. És bánom, hogy nem csináltam több videót. Bocsi. Na, hello, szia, pisztál, szia. Reggel 7-et fog ütni az óra. Dorcán néz ki azért a gépállat. Így fényekkel mindennel. Jó cucc. Azt kell, hogy mondjam. Hallgass! Lehet, hogy igazából mindenki így kézzel dobálja föl, nem? Bekapcsoltuk a nyuszit. Na jó, srácok, hát én úgy gondolom, hogy ez ennyi volt.
a hátsó részt nem tudtuk megcsinálni vele, de hát az embertelen lett volna, igazából lehetetlen. Hát akkor szervusz, barátom. Jól szolgált egyébként, mindenhol tök jó a lyuk. Semmi probléma nem volt, kábelt nem érintettünk most. Hát figyukázzatok, köszépen, hogy megnéztétek a videót, és ja, lassan jön a kerítésépítéses szezon. Szezon? Hát a videók jönnek arról, és aztán meglátjátok, hogy hogy fog épülni, meg minden. Na, azt mondom nektek, hókuszpók télapó kijelentkezik. Csövikeú, csövikeú!